El kell innen mennünk bronzon. Ki kell költözni. Ki kell sajnos bontanunk a szoba falát. Nem fogtok tudni már itt heverészni. Ki kell bontsuk azt a falat, mert meg van rogyva. Húztam, halasztottam ezt a pillanatot. Nem akartam feladni a lakhelyemet, ezt a szobát. Egész télen itt laktunk, mert ennek az egy szobának volt kéménye, és itt volt kája. Az összes maradék egy helység ott elől, a tiszta szoba, az jéghideg volt, télen fűtetlen volt. Most valószínűleg oda költözök, vagy a konyhába, vagy egyre, én nem tudom. Muszáj ezt a falat kibontsuk, mert meg van repedve, meg van sűrjedve, és ezért innen takarodnom kellett. Miket? Milyen rendben? Lehet jobban járunk, mindjárt az állást építjük, nem is arról tesszük föl. Ja. Állást? Szerintem igen, szét kell szedni az egyik kövösöknek az egyik állását. Elég két bak, meg három palló. Tubi, tegyük be ezt. Pityu kérdezte, hogy minek kibontani ezt a jó kis falat. Itt lakott a papa, az apja, ott aludt a kája mellett, és hát ez még jól működött ez a szoba. Darabig én is gondolkoztam, de aztán most vannak gyanús jelek, hogy nem teljesen stabil ez a fal. Ott például kilátni a szomszédba. Nem is kell nagyon bántani. És így kifér a kezem. Szóval ezért kell kibontani. Az a nagy kérdés, hogy meddig. Én abban bízok, hogy idáig. Itt van egy hosszanti repedés gyakorlatilag a födémtől a padlóig. Ez a fele itt nem is merem bántani. Gyakorlatilag a halálán van. Az a fele még reméljük jó, és nagyon nem mindegy, hogy másfél méter falat kell itt újrafalazni. Vagy 5 méter falat. Pityu, jó ez a fal még! Mégse bontjuk le, meghagyjuk! Ha mondtam én neked, szerenítél neked. Ide néz! Ja, lük az, az csak egy dolog. Mit csináljunk? Tömjük be papírral? Halazzuk be. Mit? Hát a tömjük. Halazzuk be. Hát. És akkor kidől a fal mellőle. Ne kell ezt bontani, nem lehet ezt befalazni. Jöhet az állás! Hát én itt a hívet. Elmentek a fiúk ebédelni, mindig tartunk egy óra ebédszünetet, és ilyenkor ráérek átgondolni, hogy mi is történt idáig, és mi történhet még ezután. Egyrészt borzasztó, hogy megint egy újabb részét bontjuk le a háznak. Ezt már annyiszor elmondtam, tudom, de egyszerűen nem akarok már többet bontani. Oké, persze ez azt jelenti, hogy épül is a ház, és meg lesz egy új fal, ami már nem ilyen rozoga, mint ez a régi. De minden probléma egy újabb problémát vonz maga után. Most például épp arra jöttem rá, hogy mindenki boldog volt, itt a fiúk lelkesedtek, hogy ó, Norbi, visszajunk az ebédből, kidöntjük azt a falat, aztán már nincs is, csak el kell hordani. Oké, én meg arra jöttem rá, hogy ha kidöntjük azt a falat, ez a konyhám, most az lesz a szobám ott elől, vagy nem tudom melyik, és ez az ajtó van csak itt. Ez az egyetlen kis üveges ajtó, ott meg lesz egy óriási luk a falon, a szomszéd felé és az utca felé. Erre valamit ki kell találnom, mert bárki bejöhet. Mielőtt bárki megbotránkozna, hogy mi lesz ebben a gyönyörű régi ajtóval, meg lesz mentve. Semmit nem pazarlunk el. Ez a borító deszka sajnos már eléggé korhadt, ezt úgyis le kell cserélni. Az egyik legjobb barátom bútor restaurátor, és már alig várja, hogy megkaphassa ezeket az ajtókat, és kielveszhesse rajta a munka minden örömét. Ugye Zsolt? De ez még odébb lesz, mert amíg ezt a falat nem rakjuk vissza, addig ez az ajtó nem jön ki. Ajtó megmarad. Ez a gyönyörű függöny, ez viszont szerintem nem marad meg. Minden relikviát szeretek megőrizni, de
sokat gondolkoztam rajta, hogy ez mennyire illik bele az autentikus helyi környezetbe. Szerintem egész szép lett. Nekem ez tetszik. Már-már autentikus. Csináljuk azt, hogy szavazzuk meg. Küldjetek a kommenteket, aztán meglátjuk, mire jön több szavazat. Maradjon véglegesen, vagy ne maradjon. Tudja, kiszed az alját, nagy befeledő jön. Kemény, mint a beton volt. Akkor épp úgy le. Apu mondta, hogy nem kell. Mindenki él! Azért ez kemény volt. Ugye a többit nem kell kibontani, mondjátok, hogy nem. Könyörgöm, ne kelljen. Brigádunk legnyugodtabb tagja a mai napon Bronzon. Szemmel láthatóan nem zaklatták fel az események egyáltalán. Teljes nyugalommal végigaludta a bontást, a kipakolást, a mindent. Most is nagyon szakértően koncentrál a munkafolyamatokra. Ő már csak ilyen. Ma az is összejött, hogy Pityu két nevelt fia, Zsolti és Márkó egyszerre dolgozik itt nálam. Mindketten ügyes és szorgalmas srácok. Zsoltira gyakorlatilag bármit rá lehet bízni egy építkezésen, Márkó pedig a hegesztő szakmát tanulta ki. És nekem most épp egy hegesztőre van szükségem. Fiúk, gondoltatok volna, hogy ezt az épületet még valahogy helyreállítják? Nem. Elég szarul nézett már ki, nem? A gyerekkorotokban itt volt még valami? Ezen a részen? Akkor nem volt semmi. Már nem volt, én nem emlékszem. De az istállónak ez a hátulja se volt még? De az meg volt, ott tartotta a szénát. Papa. Amikor megvettem tavaly, akkor ugye idáig ugye a lábad duccolva, de itt már csak ilyen ledőlt, vagy félig ledőlt tömés falak voltak. Arra emlékszem, nincs. Igen? Már nagyon régen ledőltek. Na, hogy ti itt nőttetek fel, ugye? Ebbe a házba. Mondhatjuk így is. Ide jártunk le igazából minden nap mamáékhoz segíteni, meg kertbe kapálni, fát hasogatni. De azt, hogy mamáékhoz az mit jelent? Pityúnak az apukája, meg anyukája? Meg az anyukája, igen. Volt a mamátok, papátok? Igen. De nevelő papa, nevelő van, nem? Igen. Hát de mi úgy tekintettünk rá, mint az a rendes van semmi a vér szerintük. Szerinted meg tudok én tanulni hegeszteni? Vagy teljesen esélytelen a dolog? Hát ma meglátjuk. Meglátjuk. De mi a feladat? Hogy mi a lényeg a hegesztésnek? Hát, hogy összeragadjon a két vas. Két vas. Jó, de mi a technológia? Hogy van ez mi? Pálca? Páka? Hogy hívják? Igen. Ha megfogom, akkor megráz? Akkor meleg lesz nagyon. Ez már meleg most? Áram? Nagy feszültségű áram van benne és az melegíti föl? Igen. Jó, és akkor mit kell csinálnom ahhoz, hogy összeragadjon a két vas? Hozzáérinted és játszol vele. Igazából. Próbálj meg, és akkor így húzom, és akkor folyik rá az anyag, és akkor az odragasztja? Jó, és minek van ez? Azzal véded magad. Ezzel védem magam a szikráktól, vagy mitől? Is, meg a fénytől. Kicsit olyan Darth Vader-esen érzem magam. De segítesz azért, ugye? Először csak megmutatom úgy, hogy lásd a pajzson. A pajzson keresztül? Igen. És akkor neked nem kell védelem? Nem kell. Csukjam le? Semmit nem látok. Mindjárt fog. Tök sötét van. Most láttad. Mit? Ezt láttad. Most látok valamit, igen. Aha! Luke, én vagyok az apád, és hegesztek. Jó rondán néz ki, te sokkal szebben meghegesztetted. Ide még tegyek egy kicsi ízét, vagy oda már nem kell? Na, ide a másik oldalára. Másik oldalára? Igen? Az egy nagyon jó dolog, hogy
a gerendákat. Ez így jó? Igen. Szóval, az egy nagyon jó dolog, hogy ezeket az acélgerendákat, amiket frissen vásároltam a tüzépen, és pont ugyanolyan méretűek, mint a régi istálló acélgerendák, lerögzítjük ezekkel a 10-es betonvasakkal, mert itt egy úgynevezett poros süvegfödém lesz. Azt mondják, hogy poros süvegfödémet körülbelül 100 éve nem fazott senki, mert elavultá vált, kiszorította a vasbeton egy sokkal stabilabb és egységesebb szerkezet. Már nincsenek is mesterek, akik valaha csináltak ilyet. Szerintem, ha ők meg tudták csinálni 100 éve, mi is megtudjuk, úgyhogy legközelebb megpróbálkozunk vele. Gyere már babot ültetni! Mindjárt még egyet hegeztek! Megfogtad? Rát egyre. Jó napot, Margit! Jó napot! De jó, hogy itt van! Kérjetek egy kis segítséget? Tessék! Marika nem ért rá, viszont van itt egy csomó babom, és el kéne vetni. Hogy vessük el a babot? Bonyolult? Nem, hát egy kis fészket csinálsz, és akkor 4-5 szemet beleroksz. 4-5 szemet egy fészekbe? Jó. És aztán betemetem? És akkor betemeted. És jelöljem meg, hogy hova tettem, vagy? Hát, ez nem kell. Milyen sűrűn kell rakni? Mert van itt ám mindenféle, ilyen egész apró bab is van, látja, mint a gyöngybab, meg van ilyen nagy is, mindegy, ugyanannyit, Hát csak bokorbab legyen. Van bokor is, meg futó is. Na, már futó, akkor mellé kell valami karó. De azt még ráérek később is, nem? Hát, jó. És jelöljem meg, hogy hova tettem, és később akarok. Jó. Ja. És milyen sűrűn rakjam? Hát egy ilyen távolságra. 30 centi? Ja. És a sorokat? A sorokat is. Sorokat is, meg a fészkeket is? Egyszer, és milyen mélyen? Nem kell olyan mélyen. Egy kis kopával belevágsz, és beleteszed a babot, vele a földet, és kész. Segít. Szeretnél? Na gyere, akkor itt a kapa. Mindjárt mutatom, hova kell gödröt ásni, kis fészket. Csináljuk így. Itt van még olyan, vagy mindig? Van, nézd. Ide csinálj egy kis fészket. Kapával, ide csinálj egy kis fészket. Ide? Oda. Aha. Kicsit lehet mélyebb. Úgy. Jó. Teszek bele egy pár szem babot, és temesd be. Kicsit tapogass le, úgy. Igen. Ja, beleszorom ide ezt a botot, és akkor tudjuk, hogy itt van. Néhány jó ismerősöm egy nemzetközi projektben vesz részt, ebbe szálltam be én is éppen, szállok be ezekkel a babokkal. A koncepció lényege az az, hogy az emberiség jövőjét a hüvelyesek biztosítják. Mondjuk ez szerintem már a kezdetektől így van, de most nézzük, mit tudnak a növények. Az a lényeg, hogy kiosztanak gazdáknak, gazdálkodóknak mindenféle bab, borsó, csicseriborsó fajtát. Nekem most éppen 13 különböző babfajta jutott. Ezeket el kell vetni a saját kis területünkön, és dokumentálni kell, hogy milyen talajba tettük, mikor tettük el őket, mikor kell neki, hogyan fejlődnek, milyen terméshozamuk lesz, milyen hosszan lehet őket szüretelni, és aztán még az is lehet, hogy majd főzünk belőle valamit, csinálunk róla fotókat, recepteket, hogy melyik bab mire jó. A projektben 50 féle bab vesz részt körülbelül. Ebből nekem most mondom 13 jutott. Meglátjuk, hogy ezen a talajon, itt Kalaznón, a tolnai dömbök között mire mennek ezek a babok. Ez egy kicsit rondább, mint az előző. Ez legyen benne, Bolti, kérlek.